Abdiás próféta könyve, jövendülés Edom pusztulásáról. Abdiás látomása. Ezt mondja Edomról az én uram, az Úr. Üzenetet kaptunk az Úrtól, követet küldött a népekhez, keljetek föl, indítsunk háborút ellene. Kicsinyé teszlek a népek között, nagyon megvetett leszel. Rászedett téged szíved kevésége, mert sziklahasadékokban laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban. Ki tudna letaszítani a földre? Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is letaszítalak. Így szól az Úr. Ha a tolvajok törnek be hozzád, vagy éjszaka a rablók, mennyire tönkre tesznek, hiszen annyit visznek el, amennyit akarnak. Ha a szüretelők lepnek el, böngésznivalót sem hagynak. Mennyire átkutatják Ézsaut, megkeresik elrejtett kincseit. A határig űznek szövetségeseid, rászednek, levernek legjobb barátaid. Akikkel együtt ettél, titokban csapdát állítanak neked. Azon a napon így szól az Úr, kipusztítom a bölcseket Edomból, nem lesz több értelem Ézsau hegyein. Rettegnek majd hőseid is, Témán, mert mindenkit kiirtanak öldöklésed miatt Ézsau hegyein. Erőszakos voltál testvéreddel, Jákóbbal szemben, ezért szégyen borít el, és végleg kiirtanak. Te is jelen voltál, mikor az ellenség elhurcolta kincseit, idegenek törtek be kapuján, Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek. Te is úgy viselkedtél, mint azok. Ne nézz kár örömmel testvéredre bal sorsa napján, ne nevess Júda fiain pusztulásuk napján, ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján, ne törj be népem kapuján veszedelme napján, ne nézz te is kár örömmel baját veszedelme napján, ne nyúljatok kincseihez veszedelme napján, ne állj oda az útfélre azért, hogy írd a menekülőket, és ne ejtsd fogjul a megmaradtakat a nyomorúság napján. Mert közel van már az Úr napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszáll fejedre, amit elkövettél. Ahogyan ti szent hegyemen ittatok, úgy iszik majd szüntelenül minden nép. Részegre isszák magukat, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. A megszabadított Jeruzsálem. De a Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz az, és Jákób háza visszanyeri birtokát. Jákób háza tűz lesz, József háza láng, Ézsau háza megpozdorja. Meggyújtják és felégetik, nem marad meg senki Ézsau házából, megmondta az Úr. Birtokba veszik a délvidéket és Ézsau hegyeit, a Sefélál földet és a filiszteusok földjét. Birtokba veszik Efraim és Samária mezejét, Benjámint és Gileádot. Izrael fiainak a fogságból jövő serege birtokba veszi a kánaániak földjét Sareptáig, a fogságból jövő jeruzsálemiek, akik Szefáradban vannak, birtokba veszik a délvidék városait. Győzelmesen vonulnak föl a Sion hegyére, és ítéletet tartanak Ézsau hegyei fölött. Azután az Úr fog uralkodni.